polgármesteri tájékoztatót követően a képviselőtestület arról határozott, hogy benyújtja a támogatási igényét az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára kiírt pályázaton. A forrás hiányos pályázatot az első ütemben április 30-áig be is nyújtották. A pályázaton önkormányzatunk 83.985.000 forint támogatásban részesült. Ez alkalommal az ehhez szükséges, benyújtandó nyilatkozatok megtételéről döntött a grémium. A városatyák felülvizsgálták és jóváhagyták a Mezőkövesd és Vidéke általános ipartestülettel kötött együttműködési megállapodást is. Ez egy nagyon fontos megállapodás részünkre is, illetve hát a ipartestület részéről is. Én azt gondolom, egy nagyon gyümölcsöző és jó együttműködés alakult ki az önkormányzat és az ipartestület között. Az ipartestület régebbi, mint az önkormányzat is, 125 éve működik már a városunkban. Én azt gondolom, hogy valamennyünk érdeke, hogy amennyiben jogszabályok, és itt a közbeszerzési törvényre gondolok főleg, lehetővé teszik, akkor mezőkövesdi iparosokkal végeztetünk munkát. Ezt egyébként már évek óta az önkormányzatunk teszi, minden nyári karbantartást az ipartestület tagjai végeznek. Ezt követően a testület megszavazta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a bizottságok elmúlt két éves tevékenységéről szóló több mint 100 oldal terjedelmű tájékoztatókat, amelyek összegzik a választások óta eltelt időben megvalósult beruházásokat, fejlesztéseket, jelentős munkákat és döntéshozatalokat. Az ülés legnagyobb horderejű témája a város foglalkoztatásai és közfoglalkoztatási helyzetéről szóló beszámoló volt. Ebből a tájékoztatóból kiderült a kistérségi és városi munkaerőpiaci helyzet. Az összegzésből megtudhattuk, hogy mintegy 1000 aktív álláskereső van jelenleg Mezőkövesden, akik közül a legtöbben a 25-50 év közötti korosztályhoz tartoznak. Számokban nagy arányban van köztük olyan, aki csak a 8 általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezik. A településünkön működő különböző mintaprogramoknak köszönhetően a munkanélküliségi arány elfogadható a térség más településeihez képest. A munkahelyi központ mezőkövesdi kirendeltségének volt egy tájékoztatója a város munkaerő helyzetéről. Én azt tudom mondani csak, hogy a megyei átlagnál jóval jobb a helyzet, azonban nem lettünk elégedettek. Itt a testületülésen is elhangzott, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél több ember tudjon értelmes munkát végezni, és itt pont a beszámolónál hangzott el, és a beszámoló tartalmazza a Start munkaprogram, mintaprogram keretében hány embert foglalkoztattunk az idén, illetve mennyit fogunk jövőre. Az idén Mezőkövesden több mint 115 ember dolgozott ebbe a programba, jövőre 150-et tervezünk, ezen kívül természetesen még van még 50 olyan közfoglalkoztatott, aki a város egyéb területein dolgozik. Én azt gondolom, ez óriási eredmény, annál is inkább óriási eredmény, mert Mezőkövesd nem az utolsó helyen áll ebben a foglalkoztatási programban. Élen járunk, és ez azt gondolom, hogy akik ebben a programban és ebben a szervezésben részt vesznek, mindenképpen elismerésre méltó. Azonban nem lettünk elégedettek, hisz ezért neveztünk be, és ezért is kaptunk lehetőséget például kulturális közfoglalkoztatás. Egy 40 diplomás fiatalnak tudunk remélhetőleg egy éven keresztül munkát, értelmes munkát biztosítani, valamint most érkezett nemrég a hír, hogy a szociális földmunkaprogramban is elnyertük a maximális támogatást. Tehát azt gondolom, ez mind arra jó, hogy aki tényleg dolgozni akar, és önhibáján kívül nem tud, annak megpróbálunk lehetőséget biztosítani. A testület szándéknyilatkozatot tett az egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó plusz kapacitás befogadás kérelemhez is. Rendelőintézet, mint már többször elmondtam, a rendelőintézet fejlesztésére készítünk egy nagy horderejű pályázatot, ez több mint 600 milliós pályázat. Ehhez szükségeltetett az a kapacitás növelési pályázat, illetve befogadási nyilatkozat kérelme, amit most a testület elfogadott. Tehát ez azt a célt szolgálja, hogy be tudjuk adni azt a pályázatot, amire már régóta várunk és régóta készítünk elő.
Emellett a képviselőtestület pozitív döntést hozott a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel kötendő megállapodás témájában, amely a helyi TDM szervezet 2013-as évre szóló támogatásáról, valamint az önkormányzat által a szervezetnek átadott feladatokról szól. A határozat értelmében a TDM szervezet hatáskörébe tartozik majd 2013-tól a turisztikai marketing tervezése és megvalósítása, a városi kiadvány tartalmi szerkesztése, grafikai tervezése és nyomdai kivitelezése, az utazás kiállítás megjelenés tervezése, koordinálása, lebonyolítása, a turisztikai célú hirdetések, valamint az önkormányzat mindezen feladatok mellé a döntési kompetenciákat is átadja a helyi TDM szervezet számára.